Star Wars kötetekért látogassatok el a szukics.hu-ra. Link a leírásban. Szinte már azt hittem, hogy ez a perc nem fog eljönni, hiszen annyira megvárattak minket, és annyi pletyka és különböző híresztelés volt, hogy mikor fogjuk megkapni, de végre itt van, megérkezett a Mandalorian második évadának első, vagy akár lehet, hogy utolsó előzetese. Igazából olyan sok más előzetese nem nagyon van idő tekintve, hogy másfél hónap múlva jön a sorozat, illetve a második évad. Szóval az is elképzelhető, hogy esetleg TV-spotokat kaphatunk majd még, trailer viszont nem. Viszont nem is húznám tovább az időt. Itt van a trailer, amire hetek óta vártunk, és hónapok óta vártunk, szóval lássuk, hogy mit hoztak nekünk Lucasfilmék és Favreauék. A zene ebbe is ütős lesz, úgy látszik. Show me the one whose safety deemed such destruction. You must reunite it with its own kind. Where? This you must determine. The songs of eons past tell of battles between Mandalore the Great and an order of sorcerers called Jedi. You expect me to search the galaxy and deliver this creature to a race of enemy sorcerers? This is the way. You know this is no place for a child. He goes. So I've heard. Whoa. This is the way. Nagyon gyorsan elment ez a trailer igazából, valahogy azt gondoltam, hogy hosszabb lesz ez az 1 perc 52 másodperc, nem egy rövid trailer, viszont nagyon gyorsan elment, és igazából olyan sokat nem mutatott, ami jót is jelenthet végül is. Valahol talán egy icipicit reménykedtem benne, hogy egy-egy pletyka talán megerősítés nyer az előzetesből, viszont ez nem történt meg. Viszont így is nagyon érdekes volt, és volt egy kép a délelőtt vagy reggel folyamán, kiszivárgott Disney Plus-os képek közül is benne. Elképzelhetőnek tartom, hogy azok a képek is már a trailerből voltak. Na de akkor szokás szerint elemezzük egy kicsit ki az előzetest. Itt az elején egyből valószínűleg tartom, hogy ez egy gázóriás, nekem annak tűnik. Mögötte pedig egy ilyen élhetőnek tűnő hold vagy bolygó. Valószínű, hogy hold, hogyha ez egy gázóriás bolygó, ugyebár. És a Razor Crestet láthatjuk eléggé megtépázott állapotban. Nem tudom, hogy mi történhetett vele. Lehet egyébként, hogy az X-szárnyak, amiket később látunk, közrejátszanak a dologban. Bár nem tudom, hogy milyen kapcsolatban lehet Mandó, vagy úgy általánosságban a Mandalóriak az új köztársasággal, vagy ugye eleve a lázadókkal. Megmutatkozik a zene is, már itt ebben az előzetesben, és Ludwig Göransson megint oda tette magát, nagyon hozza ezt a törzsi hangulatot, nagyon-nagyon tetszik. Eközben az első évadból hallhatjuk a Kovácsnak a szavait, miközben kilép az árnyékból Mandó és Yoda. Vagy Yoda, hát a gyermek, Baby Yoda, ugyebár. És ez nagyon tetszik, ez a környezet, egy ilyen alvilági
telepet láthatunk gyakorlatilag, egy ilyen várost, szinte mintha szemétből lenne az egész összerakva. Kicsit olyan Falloutos érzetet ad nekem egyébként, de mégis olyan sci-fi-sebb vagy Star Wars-osabb ezek miatt, a fények miatt. Viszont ez az utcai lámpa is nagyon jól néz ki, nagyon érdekes és egyedi hangulata van ennek a jelenetnek, olyasmi, amit korábban nem igazán láttunk szerintem Star Wars-ban, legalábbis a filmen egészen biztosan nem. Ez ugye nyilvánvalóan a Tatooine, a korábban kiadott Entertainment Weekly által kiadott képeken is láthattuk. Ez a banta továbbra is nagyon-nagyon jól néz ki, szerintem nagyon tetszik nekem, ahogy megcsinálták. És hát a Tatooine ugye a Tatooine. Halos bolygót is láthatunk. Itt is van valamiféle település, véleményem szerint. Nem. Tudom. Ez egy lezuhant hajónak tűnik. Az is lehet, hogy ez a Razor Crest lenne. Nem rémlik, hogy azon lennének ilyen narancssárga nyomok, szóval nem hiszem. Viszont ez szintén valószínűleg tűnik nekem, hogy ugyanazon a bolygón van, mert így a színek nagyon hasonlóak, meg így a megvilágítás. Ez egy ilyen halászfalunak tűnik nekem, és később láthatjuk is, ahogyan egy hajón mennek, ez valószínűleg egy halászhajó. Na mindegy, majd amikor odaérünk, akkor beszélek róla. Quarrennek nagyon tetszik, hogy a tengeri nép foglalkozik a halászattal, nagyon-nagyon ötletes megoldás. Illetve ezt, ha jól látom, ez itt Mon Calamari is van. Jedi. Illetve kettő is. És miközben arról beszél a kovács, hogy a múltban a mandalóriak harcoltak egy erőérzékeny társasággal, illetve ugye ő varázslóknak nevezi őket, akiket Jediknek neveztek, és hogy vigye el egy magához hasonló helyre a gyermeket, és ekkor láthatjuk ezt a nőt ebben a halászfaluban, szóval valószínűnek tartom, hogy ő egy erőhasználó lesz, vagy legalábbis valami köze lesz az erőhöz. Nem is tudom, hogy ki lehet ez egyenlőre. Viszont mikor Mando azt mondja, hogy azt várod tőlem, hogy ellenséges varázslókhoz vigyem el ezt a gyermeket és adjam oda nekik. És akkor tűnik el ez, mikor ezt kimondja. Szóval elképzelhetőnek tartom, hogy ő nem biztos, hogy egy barátságos karakter lesz. Viszont mindenképpen őt keresi Mando. Illetve Din. This is the way. És itt is láthatjuk ezt a halászhajót, amit láttunk, vagy amiről az előbb beszéltem. Valahová mindenképpen el akar jutni Mando. Az is lehet egyébként, hogy ez a jelenet még az előbbi kikötős jelenet előtt játszódik, és itt azt láthatjuk, amikor megérkeznek. Nehéz megmondani. Viszont maga a hajó, ahogy kinéz, nagyon tetszik nekem, és itt is egy Quarren-Kamperex látható, vagy halászt. És akkor meg is jelenik az új köztársaság az X-szárnyúakkal. Ugye még T, ezeket mindig keverem, T-75. És itt üldözik is a Razor Crestet ebben a felhős környezetben, ami megint csak akár hasonlíthat egy gázóriásra, ezért is vettem azt az asszociációt itt az előbb, hogy esetleg ennek a két jelenetnek köze lehet egymáshoz. Itt megint a Tatooine-t láthatjuk, ugye láttuk az Entertainment Weekly által közzétett képeken, hogy Mando egy motoron ül, ez gondolom annak a jelenetnek, amikor kimegy a városból, akármelyik város is legyen az a Tatooine-on, gondolom, hogy a sivatagban fognak menni majd utána, valahová. Láthatjuk Cara Dune-t, illetve Griff Kargát is a korábban is látott új ruhájukban, felszerelésükben, ugye Karának annyira nem, de Grifforgának ugye teljesen új ruhája. Ez biztos, hogy a Nevarro, tehát ide is vissza fogunk térni, és mint láthatjuk, nem csak Gideon Moffnak van olyan lehajtható szárnyú tájvadásza, hanem ezek szerint több hasonló is van. Nagyon jól néz ki, hogy így egyszerre felemelkednek, nagyon bedesz. Bár rohamosztagos, és szintén a Nevarrón szerintem a környezet alapján itt élve Scout Trooperek, ugye Speeder Bike-okkal. Bizonyára Mandót fogják üldözni. Eközben egy hang azt mondja, hogy
ugye tudod, hogy ez nem egy gyereknek való hely, és közben azt láthatjuk, ahogy a Mando talán egy csatornából próbál kimászni, vagy legalábbis mindenképp a felszínre jönni, hogy levegőt kapjon. Place for a child. Megint csak a Nevarro, Mando használja az újonnan szerzett jetpackjét, ez megint az az alvilági város, ahová felkötötte Mando ezt a fickót, és még az égőt is kilőtt. Ez megint csak a havas vidék, valószínűleg azután, miután lezuhant az a hajó, ha erről van szó. Akár merre megyek, oda jön velem a gyermek is, mondja Mando. Itt pedig a Razor Crestet láthatjuk zuhanás közben, ami megint csak az előbbi jelenetnek lehet akár a folytatása. Majd itt pedig valószínűleg ebben az alvilági városban lép be Mando ebbe a szórakozó helyre, ahol bizonyára valamilyen boxmeccs vagy valamilyen küzdő sportmeccs fogadja éppen, amire gondolom fogadnak is ezek az idegenek. Közelebbről nem látjuk annyira a verek, de látjuk. Két gamorrai küzd egymással, akik furcsán sohányak és izmosak, ami igazából kicsit meglepő, viszont logikus gondolat, hogy nem feltétlenül minden gamorrai olyan testes, hanem ők is le tudnak fogyni és tudnak izmosak is lenni, mint bizonyára egyébként, vagy minden esetre nagyon jól néznek ki, nagyon tetszik, ahogy van őket. Ez most így hirtelen nem tudom, hogy milyen fajba tartozik ez az ember, nem rémlik, hogy ilyen küklopszal találkoztam-e volna már valahol. Elképzelhető egyébként, minthogyha az Új Remény kocsma jelenetében lett volna egy hasonló figura, mindenképpen arra a hangulatra hajaz. Ráfogják a fegyvert. Mire Mando ugye a Madár Fütty nevű fegyverét használva elintéz mindenkit, a kis gyermek pedig addig becsukja a babakocsiját, mert tudja, hogy mi fog következni. Itt pedig másik egy ilyen küzdősportos, biztos, hogy ez is egy ilyen, aki ebben az arénában szokott harcolni, legalábbis a felszerelés alapján annak tűnik, és egy zabrák, egy iridóniai zabrák, akit ilyen igazából ilyen élőszereplős változatban az előzmény trilógia óta nem láttunk, szóval ez is nagyon tetszik nekem, és nagyon ötletes. This is the way. This is the way. És hát ennyi volt az előzetes. Hangulatos volt, és nagyon tetszett, habár őszintén szólva ennyi várakozás után én talán egy kicsit többet vártam, viszont amit láthattunk, az mindenképpen nagyon jól nézett ki, és nagyon hangulatos volt, és kíváncsian várom továbbra is, hogy esetleg melyik pletykák fognak bejönni azok közül, amiket kaphattunk az elmúlt hónapok során. Viszont ez a videó így most ennyi lett volna, köszi szépen, hogy velem tartottatok, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel, ha még nem tettétek volna meg, és csatlakozzatok a Porkhadsereghez a Facebookon és a Discord szerveren, ezekhez a linket megtaláljátok a leírásban, valamint a komment szekcióban is, és sziasztok, az erő legyen veletek!